Köszöntöm a stúdióban az Extrém Sportok Egyesület Ajka képviselőit, Novák Adorján elnök helyettes, Szabó János elnököt és Nagy Balást, az Egyesület patronálóját. Milyen dolgok, előzmények vezettek oda, hogy létrejöjjön ez az Egyesület? Hát igazából így Balázs gondolta ki, és én meg úgy felpattantam, és akkor így milyen jó lenne ez az egész, és Balázs ugye mesélt így a hogy is mondjam, hogy milyen előnyünk származhat belőle, meg igazából semmi rossz. Szóval így tök jó lenne, hogyha így megalkulna. Ugye most Veszprémben a bíróság elfogadtatási és bejegyzési fázisban van ez az egész, és hát várjuk, hogy megkapjuk a papírt, hogy akkor mostantában létezünk. A képviselőtestület már elfogadta az Ajka nevet, és te, mint patronáló, bábáskodtál végig az Egyesület létrejöttében. A tagokat hogyan sikerült toborozni, illetve megtalálni azokat, akik az extrém sportokkal foglalkoznak? Hát a felét személyesen is ismertem, a másik felét az áprilisi fiatalok napjáról. Többet is ismertem, de ugye 32 fő jelenleg, aki csatlakozott a dologhoz. 32 fő alkotja az Egyesületnek a gerincét, ők valamennyien aktív sportolók, vagy vannak közöttük, akik csak patronálni fognak? Hát nagy része aktív sportoló, 5-6 ember körülbelül, aki csak patronáló. Mit jelent az, hogy extrém sportok Egyesülete? Milyen sportok képviseltetik magukat? Hát elég sok sportból áll. A mi egyesületünkben például sok a BMX-es, van görkorcsolyás, gördeszkás, rolleres, akkor a Jani tudna mesélni a freeride-ról, a street workout-ról, az ilyen parkour, az ilyen ugrálós, erős sportokról, akkor van még mountain board, és akkor... Slackline, igen. Tervezitek, hogy ezekben a sportágokban versenyeket is szerveztek, vagy összefogjátok a versenyzőket, és akkor könnyebb lesz eljutni versenyekre ezáltal, hogy egy egyesület égisze alatt tudtok versenyezni? Hát először itt toboroznánk inkább, és akkor utána itt Ajka környékén valahonnan így egy versenyt létrehozni akár. Vagy valami rendezvényt, amit így bemutatjuk, hogy mi ez a sport, meg hogy mit kell róla tudni. Igazából így először csak így megismertetni a nézőközönségét, vagy aki odajön. És akkor utána így Magyarországon több helyre is akár. Ezek jobbára szabadtéri sportok, amiket kint a szabadban kell űzni, és nehéz azt hiszem a téli időszakban ezzel foglalkozni. Az elnök és az elnök helyettes mit tud tenni annak érdekében, hogy akkor ez a tavasszal induló egyesület és azoknak a rendezvényei sikeresek legyenek? Szeretnénk elsősorban támogatókat szerezni, akár magánszemélyeknek, vagy pedig cégeknek az adójuk 1%-ával, hogyha támogatnának minket. Ez úgy nagyon megköszönnénk így az Egyesület összes tagja nevében, vagy akár Európai Uniós pályázatokon részt venni, és ezért így pénzforráshoz juthatnánk, és akár meglévő elemeket így felújítani, hogyha valami úgy rossz állapotban van, vagy pedig új elemeket létrehozni, vagy vásárolni. Meg eleve beszélni kell az ismerőseinkkel, akik tudjuk, hogy itt laknak a környéken, és ők is űzik valamelyik sportágat, ami a rendezvény keretein belül lesz majd tavasszal, és akkor elhívni őket, hogy jöjjenek és nézzék meg, hogy lássák az emberek, hogy van rá néző kereslet. Azt mindenképpen láttam én is, hogy a fiatalok napján környező településekről is elég sokan eljöttek, és részt vettek a versenyen, illetve ott maradtak a további rendezvényeken. Személyes kapcsolataitokat így mennyire tudjátok hasznosítani, hogy egyáltalán népszerűsíteni ezt a sportágat, illetve gondolkodtak-e olyan rendezvényben, ahol kimondottan a sportág népszerűsítése lesz a cél? Hát persze, szerintem teljes mértékben, mert ugye vannak rendes, bicós, hát most magamról beszélek, ugye BMX-ről, vannak ilyen rendezvények, és akkor azon megismerkedek új emberekkel, akik ugyanúgy űzik ezt a sportot, és azzal nyilván fenntartom a kapcsolatot, és amikor lesz egy ilyen alkalom Ajkán, akkor szólok nekik, hogy jöjjenek és vegyenek részt rajta. És a te sportágadban? Hát igazából ez a freerun vagy slackline, ez ilyen, hogy is mondjam, Magyarországon nem nagyon elismert sport. Pesten például van egy pár, de ilyen 10-20 körül van egy létszám. És ugye szerintem a legdurvább extrém sport, mert így épületek tetejére mászunk, szaltozgatunk, meg így mindenféle. Szóval ez a legdurvább. Akrobatikus mutatvány. Igen. Veszélyes dolgokat mondjuk ki. Igen. És
mert mondjuk így a sérülés veszély az nálunk így minimális, mert azért mind a hárman, például ugye a csapattársaim, a PKFPC, ugye már van egy-két videónk, meg most a Mangorázzal is forgattunk egy klippet. Így hogyan mondjam, hogy elég nehezen tudunk így megsérülni, mert így tiszta vagyunk a saját korlátainkkal, és hogy mit bír a testünk. Persze azért van, amikor eldurran az agyunk, aztán most ezt a trükköt akkor is beadom, hogyha nem érdeke, hogy mi lesz. Szóval... Nálunk ez sokszor van. Igen. Rendeznek-e ebben a műfajban is, vagy ebben a sportágban is versenyeket, amiről te beszélsz, vagy ez csak tulajdonképpen a saját korlátainknak, a saját határainknak a feszegetéséről szól? Hát itt Magyarországon sajnos nem, de viszont külföldben, akár Görögországban, ott a bestek bestje, így a legjobbak így mérkőznek meg egymással, és elég durva trükköket csinálnak, én is így félek tőlük, így nem is tudom, hogyan tudják ezeket megcsinálni. Én például olyan szintre nem hiszem, hogy fogok jutni, mert az egy lelki állapot kell, hogy azt meg tud csinálni. És ugye kizárni a gondolatokat, hogy akkor én azt most megcsinálom, vagy nem, akkor azt elég nehéz megcsinálni. Hát szerintem találkozunk még veletek, ha máskor nem, akkor rendezvényen, amit már nagyon várunk, hogy legyen folytatása ennek az áprilisi fiatalok napjának, és láthassunk benneteket ismét, akár versenyezni, akár csak a rendezvényen szervezni a kis egyesületeteket. További sikereket kívánunk nektek, és vissza fogunk térni. Köszönjük. Köszönjük.